Két ember közös hallgatását átjárhatja mély csönd, valami igazi szeretet áramlás. De e helyzet lehet gyötrő és feszültségekkel, görcsökkel teli is. Egyfajta vihar előtti csend, a kommunikáció minden reménye nélkül. Amikor két ember jól hallgat együtt, akkor általában volt mondandójuk egymásnak, és miután mindent meg tudtak osztani egymással úgy, hogy üzenetük valóban kölcsönösen megérkezett a másikhoz, attól fogva a szeretet áramlik köztük, és örömmel teli csönd honol. Ha viszont nem tudták átadni egymásnak üzenetüket, akkor megszakadt közöttük a kommunikáció, és indulataik csak gyűlnek, úgyhogy csendjük lassan kibírhatatlanná válik. És lényegtelen, miért is nem tudták átadni mondandójukat? Hogy talán az egyik annyira begörcsölt volna, hogy már maga sem tudta, mit akart mondani. De az is lehet, hogy azért görcsölt be, mert tudta, hogy a másik nem tudja befogadni, elfogadni az ő üzenetét. Az ilyen hallgatás nem sokáig bírható. Síri csendez, amely elfojtja a mondandót. Ugyanez a helyzet az Isten előtti csenddel is. Amíg az ember nem fejezi ki mondandóját, feszült a csend. Ám ha az ember elmondja Istennek minden nyomorúságát, gyógyító csönd születik. Amennyiben mégis kommunikációs zavar lép le fel, az onnan adódik, hogy az ember maga sem tudja, mit akarna Istennek mondani. Oly mélyen el lehet az ugyanis bensőjében rejtve, hogy még nem tudta tudatossá tenni. Az is lehetséges, hogy az emberben nincs meg az a bizalom, hogy Isten jó indulattal és irgalommal fogadja mondandóját. Ekkor síri csend honol köztük, amit az ember nem is bír sokáig, zajokba, szétszórtságba és figyelme elterelésébe menekül. Van még egy harmadik fajta, egy fájdalmas és ugyanakkor gyógyító csönd is. Egy olyan hallgatás, amelyben a csönd orvos és pszichológus. Egy Isten előtti hallgatás, amelyben a csönd olyan, mint a gyöngyhalász. Leszáll a lélek mélyére, és onnan az ember ismeretlen és fájdalmas sebeivel tér vissza. A sebek felfedése fájdalmas, de Isten magára tudja vállalni, és meg tudja gyógyítani őket, mert ő maga az igazi csönd. Rejtett, sőt, ismeretlen sebesüléseinket Isten képes tudatunkba emelni, és meg is gyógyítani. Mindehhez ki sem kell mondanunk sebeinket. Elég, ha tudatosítjuk, és Isten szerető tekintete előtt elszenvedjük őket. Istennek ez a gyógyító tekintete annyira kifinomult, hogy minden pszichológus megirigyelhetné. Abban a sorrendben emeli ugyanis tudatunkba a sebeket, ahogyan azok az ember bensőjében rejtőznek, vagyis soha nem hoz fel mélyebben rejlő sebet, mint ami soron következik a gyógyulásban. Az embernek nem kell magának gyógyítania, vagy elemezgetni a sebeit, és perbe sem kell szállnia velük. Elég, ha Isten jelenlétében egyszerűen csak nézi és elszenvedi őket. Isten tekintete meggyógyítja a sebeket, hisz Jézus maga mondta, hogy ilyen helyzetekben ő hozzá forduljunk, mert ő meg akar bennünket gyógyítani. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok nehéz terhetek súlya alatt, és én megkönnyebbítlek titeket. A szemlélődő ima világában tehát az érzelmeinkkel való helyes bánásmódnak a kulcsa a csönd dinamikája. Sőt, még nagyobb csodára is képes a csönd. Elvezeti figyelmünket a mélybe,
ahol Istenre és önmagunkra nézünk, majd megtapasztaltatja velünk az Istennel való egyesülésben a legfájóbb ellentétet, hogy aztán fel is oldja azt. Semmi vagyok, és te vagy minden. Bűnös vagyok, és te vagy az Atyám. Gyorsan hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vannak neked emlékeid mélyen átélt gyógyító csendekről? Mennyiben volt gyógyító a hatásuk?